Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Véke Imre, a magyar parlament tagja a KDNP padsoraiban, majd mindjárt az is kiderül, hogy milyen bizottságokban működik, de van egy másik fontos állása is, ő szervezi Magyarországon, szervezi, felügyeli, végrehajtja az országgyűlési képviselőknél az ima reggelit. Van-e kiért és miért imádkozni, teszem föl a költői kérdést? Igen. Jó reggelt kívánok mindenek előtt. Mindenkiért imádkozunk, minden országgyűlési képviselőért, minden magyar állampolgárért és minden emberért a világban. Tehát kiért és miért imádkozni mindig van. A miért is, hogy az az igazság, ami a Biblia két fedele között lapul, az minél szélesebb körben váljon ismerté, és ne csak ismerté, hanem szívvel elfogadottá is az emberek előtt. Na de hogyha imádkozzunk, és a pápa is elég sokat ezt teszi, de a tegnapi La Stampa-ba, ami Olaszországban jelenik meg, megjelent egy háttérbeszélgetés, amit a pápa folytatott újságírókkal, és ott nagyon kemény kirohanásokat intézett Oroszország ellen is. Azt mondta, hogy Ukrajna sem fehér vagy fekete, és azt mondta, hogy ő mindent megtesz azért, de nem biztos, hogy az ima elegendő. Ugye én... Hol tartunk mi itt? Mi ott tartunk, hogy az imának csodatébő ereje van. Éppen ma reggel olvastam Illés és Elizeusnak a történetéről, és azokról a csodákról, amit Illés tett. Ugye a csodák azért csodák, mert... Ez olyan, mint a 4-0? Nem, ez több, mint a 4-0, amit Illés és Elizeus csinált. Ők felkent emberek voltak. Csodálatos dolog természetesen, maga a 4-0 is elképesztő, hogy mondjam, történelmi sikert tudtunk aratni angol területen. De nem biztos, hogy a felkent emberek nélkül ez ment volna. Így van, de itt most más felkentségről van szó, tehát a lélek felkent embereiről, és akik segítik az emberek mindennapjait abban, hogy rátaláljanak az Úrra. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy nagyon furcsa párbeszéd lesz ma közöttünk, mert mind a ketten nagyjából ismerjük az utat az örökkévalóhoz, találkozunk vele, beszélgetünk, ő ugyan nem nagyon szokott így hallható hangon válaszolni, de megnyugvást és gyógyulást is, sőt, nyugalmat is tud teremteni az ember lelkébe, és itt hangsúlyozom, hogy a lélek az, ami először megszületik, még az ubár előtt, de hát Magyarországon is vannak most már, akik inkább az abortuszt választják, és ott a parlament, én azt várom a magyar parlamenttől, hogy különleges esetekben rajta, ha valakit megerőszakolnak a családon belül, vagy bűncselekmény keretébe, és nem lázítani akarok, és nem majmolni akarom Amerikát, de meggyilkolni egy leendő embert, ez az én olvasatomba ez. Hol tart a magyar parlamenti képviselő az ima reggelik vezetője téren? Ugye egyértelmű, hogy az életvédelemre szorul. És hogy mi magunk nem rendelkezhetünk az élet felett, se a kezdeti pillanatába, se a végső pillanatába. És nem véletlenül mondja ki az alaptörvény azt, amiért nagyon nagy támadást kaptunk Brüsszelből és Strasbourgból, hogy az élet nem a születéssel kezdődik, hanem a fogantatással. Ezt így fehéren-feketén kimondja az alaptörvényünk, és ennek megfelelően alakítjuk a vonatkozó viszonyokat is, és próbáljuk azt elérni, hogy,
hogy minél kevesebb abortuszra kerüljön sor. Én úgy gondolom, hogy óriási siker az, hogy az elmúlt 12 évben rohamosan csökken az abortuszok száma, és azok a gyermekek, akiknek az életét elvették volna, azok most itt lehetnek közöttünk. Nem tudjuk, hogy kik ők, de itt lehetnek közöttünk, és mi magunk is, mint imacsoport, és én személy szerint is imádkozunk azért, hogy azok a szülők, akik ezzel a felelősséggel rendelkeznek, azok az édesanyák, akik áldott állapotba kerülnek, azok tartsák meg azt a gyermeket, akit az Úr adott nekik. Igen, távol álljon tőlem, hogy ostorozzam az ellenzéket, de ők azzal vannak részben elfoglalva, hogy újabb állatvédelmi törvényeket préseljenek ki a parlamentből a betévet vadállatokat, hogyha azok betegeknek kilőjék őket, hanem meggyógyítsák. Ez mind nagyon szép, de én szeretnék egy embercentrikus ország állampolgára lenni. Ezen vagyunk. Ugye a világ tendencia más. A világ tendencia más, mert ha megnézzük akár az európai szabályozást, és nem megyünk messzebb, akkor azt látjuk, hogy még az állati, hogy mondjam, magzat védve van, addig az emberi magzat nincs védve. Erről beszélek. És ez elképesztő. Sőt, mondok ennél durvább dolgokat is, nem akarom nevesíteni, de vannak olyan nagynevű kozmetikai cégek, akik felvásárolják ezeket a magzatokat, és különböző kozmetikai készítményekhez használják fel, amit a hölgyek magukra kennek, és ettől megfiatalodik. Nem lehet, hogy ott a mélepényről van szó, és nem a magzatról? Én úgy tudom, hogy nem csak mélepényről van szó, és ezért ezt mélységesen felháborítónak tartom, és évekkel ezelőtt ebbe nyilatkoztam is Strasbourgban. Értem. De hát ön biztos tudja, hogy mit szabad mondani, és mit nem, hisz alapszakmája, jogász. Akkor menjünk tovább. A jelenlegi helyzetben, a jelenlegi gazdasági helyzetben, és nevezzük nevén, itt a szomszédban háború dúl. Egy olyan háború, ahol az előbbi vendégem szerint szlávik virológus, dr. Szlávik János, aki a Délpesti Centrum Kórháznak a virológusa és osztályvezető főorvosa, kolera is elkerülhetetlen. Az ima nem biztos, hogy segít a kolera ellen. Mi a megoldás? Hisz a pápa is azt mondta, hogy imán kívül valami mást is tenni kell. Nyilván mindenkinek a maga helyén el kell végezni a saját feladatát, de nem mindegy, hogy azt a magunk dicsőségére vagy az Úr dicsőségére akarjuk elvégezni, de a feladatokat... A túlélés dicsőségére, igen. Az emberiség dicsőségére. Igen, ez így van. Nagyon nagy bajok vannak. És nem csak egészségügyi, hanem lelki szempontból is nagy bajok vannak. Tehát például azt tudom mondani, hogy még egy hét se telt el, múlt szombaton hívtam meg Magyarországra Pály Virazenen asszonyt, Finnország volt belügyminiszterét, akivel szembe azért indított a finn legfőbügyész bűnvádi eljárást, mert a Teremtés könyvéből azt merte idézni, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ezért 13 órán keresztül kihallgatták a rendőrségen, azon a rendőrségen, melyet korábban ő irányított. És szó szerint ezt mondta nekem, hogy megdöbbenéssel volt, úgy érezte, hogy ez az a rendőrség, amit ő irányított, és amit most őt így kihallgatja, hogy mintha teljesen kifordult volna magából, és minthogyha Észak-Koreában lenne, pedig Helsinki-be volt. Rossz tapasztalatok. Meg tudja nekem mondani, hogy lelki segély, mennyire vagyunk fölkészülve szociális gondozók, akiknek nem túl magas a bérük, mondjuk az orvosbéreket rendeztük, tanáraink azok most jobb bérezésért sztrájkolnak, holott már a tanév lassan kicsöngetnek, már ki is csöngettek részben. Mi a megoldás ilyenkor, amikor a helyzet fokozódik?
Természetesen a bérek rendezése az folyamatban van. Ugye, hogyha Magyarország az organikus fejlődés talaján maradhatott volna, és nem lett volna egy kommunista diktatúra Magyarországon, akkor nyilván nem lennének ilyen problémák. Ez már elég réven volt, már hát, a rendszerváltás is van, vagy 30 esztendős. Volt, de amennyit megyünk be az erdőbe, minimum annyit idő kell, hogy kijöjjünk onnan. És hogyha megnézzük, akkor bár kifelé tartunk, de még mindig nem vagyunk azon a tisztáson. És bizony a rendszerváltás óta voltak olyan időszakok is, ezt pontosan tudják a nézők is, amikor hát nem az volt a cél, hogy rezsicsökkentés, nem az volt a cél, hogy a magyar embereknek jobb legyen Magyarországon. Tehát ebbe az utolsó 12 évben tudjuk azt mondani, hogy a Fidesz-KDNP mindent megtett azért, hogy valóban jobb legyen, hogy mindenki egyel előrébb tudjon lépni. Mondjuk hogy, az, hogy élhető legyen az ország. Így van, így van. És ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Ez természetesen sokban függ a magyar gazdaság teljesítményétől, tehát a magyar gazdaság teljesítményét is előre kívánjuk segíteni annak érdekében, hogy minél hamarabb tudjuk ezeket a fizetéseket is rendezni. Ma 9 órakor összeül a magyar kormány heti kormányülésére, és nehéz dolgokról kell, hogy döntsön, hisz a külső nyomás nagyon nagy. Ugyanakkor a honvédelmi miniszter évzárókon boldogan üdvözölte a vizsgázókat, és egyre több katonai kollégiumban. A kérdés az, hogy az ellenzék nem igazán lelkesedett az egyházi iskolákért. Van-e remény arra, hogy az egyházi iskolák tovább terjeszkedjenek, hisz azok valami pluszt is adnak? Igen, úgy gondolom, hogy van rá lehetőség. Nyilván az egyháznak is bővítenie kell a kapacitását, hogy képes legyen átfogni ezt a bővülést, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra, de azt tudom mondani, hogy évről évre folyamatosan bővül. Tehát nem csökken, ha a trendeket nézzük, hanem szépen növekszik. Térjünk vissza a nemzetközi ima reggelire. A Covid miatt pár érdekes esemény elmaradt. Jönnek-e nemzetközi alapon látogatók meglátogatni önöket? Igen, ahogy mondtam, éppen múlt szombaton volt nálunk Päivi Räsänen asszony, Finnország volt belügyminisztere, de... Végül is remélem nem ítélték őt el. Első fokon nem ítélték el. Kicsit megfenyegették, mert azt mondták neki, hogy hát amennyiben visszavonja ezt az idézetet a Teremtés könyvéből, akkor bár akkor is elkövette a bűncselekményt, de akkor eltekintenek a szabadságvesztéstől, és hát megbeszélte a férjével, aki egyébként egy lelkész, evangélikus lelkész, hogyha netán őt börtönbe zárnák, akkor ő nevelje az öt gyermeket, akit ott hagyna. És kiállt az úr igazsága mellett. Képviselő úr, biztos abban, hogy nem viccel? Nem tehát viccel. 2022-ben. Igen. Igen. Sőt, ennél rosszabb. Egy ország, ami a NATO-nak akar a tagja lenni. Így van. Én nem viccelek, ezt nagyon komolyan mondom. És a bíróság azt vizsgálta, hogy mik azok a mondatok a Bibliába, ami megvalósítja a gyűlölet bűncselekményt. És hogyha azt idézi bárki, akkor az egyből büntetőeljárás tárgyán. Sőt, rosszabbat mondok, tavaly decemberben az Európai Bizottság elé egy olyan javaslat került, hogy a terrorcselekményt kell európai szinten egységesíteni, ami első hallásra nem is probléma. De amikor megnézzük, hogy miről van szó, arról van szó, hogy a gyűlöletbűncselekmény terrorcselekményé akarják minősíteni. Tehát ha megvannak a mondatok a Bibliából, hogy mit nem idézhetsz, akkor utána az már nem gyűlölet, hanem egyenesen terrorcselekmény lesz, ha azt idézed. Ez nem vicc. Elég ritka dolog, hogy nem tudok válaszolni, de ez most már a józan paraszti gondolkodásomon is túllép, tehát... Akkor, hogy föloldjam ezt a dolgot, megkérdeztem a férjét, ugye ő is itt volt, hogy hát mit szól ehhez lelkészként, hogy a feleségével szemben ilyen eljárások vannak, és nekem annyit mondott, hogy Imre,
Látod, milyen harcias a feleségem? Látod, hogy kiáll a Biblia igazsága mellett? Most képzeld el, ha ezt otthon tenné, nekem végem lenne. Politikai karrierje ezzel tönkre ment? Nem, továbbra is képviselő, és kereszténydemokrata képviselőként igyekszik az úr dolgát tovább vinni, és politikai szinten is. Bízunk benne, hogy téged nem fognak bíróság elé citálni, hogyha az úr parancsolatait, vagy mondjuk a 10 parancsolatból idézel, vagy arra hívod fel a... Ha ez a sorsom, akkor ez a sorsom, akkor ott leszek. Mi minden esetre visszavárunk téged mielőbb. Köszönöm. Hogy tájékoztass minket. Ma van parlament? Vagy a héten már nincs több? Kifejezetten úgy, hogy parlament nincs. Most házbizottsági ülésre fogok menni. Házbizottsági ülésen házelnök úrral megvitatjuk a következő. Most csak A-hetek vannak a parlamentben, nem úgy, hogy ABC-hét. Tehát csak A-hetek vannak egészen július 19-ig, és a következő A-hétnek a programját fogjuk megvitatni. Még nem mondta el, hogy az új felállásban melyik bizottság tagja? Továbbra is maradtam azokban, amikben voltam, tehát az igazságügyi bizottságnak, melynek az elnöke is vagyok, továbbá a törvényalkotási bizottságnak is tagja vagyok. Hát ez akkor kemény munka lesz, és gondolom, hogy nyáron sem lesz nagy nyaralás akkor. Nem, készítjük elő a dolgokat, folytatjuk a munkát. További jó munkát, köszönöm, hogy meglátogatott minket. Higgyék el, szükség van a lelki megnyugvásra, szükség van arra, hogy mindenki el tudjon csendesülni, és valakihez, általában az öröké valóhoz tudjon fordulni, és megbeszélje dolgait. A hit egy fontos dolog, és emlékeznek rá, volt egy egészségügyi témákkal foglalkozó miniszterünk is, aki azt mondta, hogy ha betartják a 10 parancsolatot, akkor talán kevésbé lesznek betegek. Sokan mosolyogtunk ezen a kijelentésen, aztán majd elmélkedtünk rajta, és nagyon sok igazság van abban, amit mondott. Köszönöm, hogy velünk voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Előzetesek, és jövünk vissza. Tartsanak velünk.